Antor Ilona énekzene tagozatos és alapfokú művészeti iskola. Én B-s voltam mindig is. Amikor én 8-os voltam, akkor lett kész ez a rendszer, hogy Portás néni van és ő nyitja a kaput. Ez volt az ebédlőnk. Itt én egyébként nagyon szerettem a menzát, ami tudom, hogy fura, de tényleg nagyon szerettem. A szünetekben itt ültünk mindig. Minél idősebb volt valaki, annál följebb ülhetett a lépcső. A felső tagozatosoknak már nem állandó termék volt, hanem vándoroltunk. És akkor például ez volt a magyar terem. Ez a Kriszti osztálya. Én 6-ban vettem át az osztályt. Nagyon eleven volt, jó értelemben véve volt eleven. Nagyon ügyesen fogalmazott, szépen írt, és nagyon sokat jártunk versenyekre. Szép kiejtési kazinci versenyre, vers és prózamondó versenyen. Mindig szép eredménnyel tértünk haza. Úgyhogy jó volt a Krisztit tanítani. Sokunknak az anyukája is ide járt, és a testvérek, akik egyszer ide jöttek, onnantól kezdve tuti, hogy mindegyikük ide jött a mókusba. Nagyon sokat voltam itt, mert volt ez az olvasóterem, és akkor itt a könyvtár. Ez volt a szekrényem. Ez volt az én fogasom, ez a felső. De nekem általában arról lehetett megismerni, mindig tele volt pulóverrel, kabáttal, sállal, mert mindig, ha meleg volt, akkor itt hagytam, aztán elfelejtettem, aztán pedig elhagytam édesanyám nyilvánvaló legnagyobb örömére.